Sziasztok! Felmerülhet ugye kérdésként, hogy hát figyelj már, Károly, de mégis hogy van ez? Hogy van ez, hogy te ennyire érzelmes vagy? Ezt nehogy már bemeséld azt, hogy születésedtől kezdve ez így van, és ez genetikailag kódolva van nálad, mert tudod, ki hiszi el, hát valóban. Ez nem születésemtől így van, egy érzelmi konszolidáció ment végbe az utóbbi években, de nem is nagyon lehet az éveket többes számba tenni, ugyanis akkortól kell nagyjából számítani. 2016-os év vége, 2017-es év eleje, amikor ez az érzelmi konszolidáció ez révbe ért. Na most, hát mi ennek az oka, hogy ugye megváltoztam, és miből lettem mivé? Ugye, van egy hormonális alapállapot, amiben voltam egészen a... Ugye az érzelmi, hát a gyerekkort azt hagyjuk, ugye, az volt, ami volt. De az érzelmi konszolidációnak jelentős előzménye, negatív előzménye a hormonális alapállapot, amely a kamaszkorban kezdődött, és abban is végződött. Ugye? És az egészen, hát, mit tudom én, általános iskola 7. osztályától tartott egészen a középiskola végéig. Ekkora hormonás alapállapotot ez az jellemzi, ugye az jellemez engem, hogy nekem tetszettek a lányok, szépnek tartottam a lányokat, de nem tudtam velük lelkileg egy hullámhosszra kerülni, tehát csak a külsejük fogott meg, és ennek nyilván testi tünete volt. És ez a személyiség fejlődésem részeként kiszíneződött ez a szürkeség, és a lelki mi volt is megszilárdult. Na most az az igazság, hogy ugye ennek ugye mi vagy ki az oka? Inkább ki? Inkább kik? Fontosabban ezt a kérdést tenném fel. Természetes személyekről kell, hogy beszéljünk. Természetes személyekről, olyan személyekről, akik nem csak... És ezek a természetes személyek teljes cselekvőképességgel rendelkeznek a mai napig. Az biztos. Na most, hogy van ez? Hogy van ez? Három darab lánynak, tényleg köszönettel tartozom. Azt kell, hogy mondjam, három darab lánynak. Esküszöm, hogy köszönettel tartozom, és majd én ezt remélem, hogy majd megköszönhetem nekik egy adott pillanatban, hogy érzelmileg konszolidálódhattam általuk. Bár titkolom, hogy kik ezek, nem tárom nyilvánosság elé, de annyit elmondhatok, hogy a három lány közül kettőnek már szerelmes levelet írtam. Az egyik lányt XY fedőnévként szólítottam itt a virtuális térben, a másik lányra vonatkozóan pedig az ABC fedőnevet alkalmaztam. Ki a harmadik lány? És ezek a lányok milyen arányban jelöltek hozzá az én érzelmi konszolidációmhoz? A harmadik lánynak a kérdéskör egy igen érdekes, rendkívül sajátságos, morális kérdéskört vet fel. A harmadik lány
Nak ugyanis morális értelemben nem illik. Szerelmes levelet írni, az biztos. Nyíltan szerelmet vallani, ahogy én ezt szoktam, amikor egy lány iránt a szívem úgy kezd megdobbanni, mint egy erőmű, ha megrobban. Nos, ennek a lánynak ugyanis van párja, barátja, ura. Boldog szerelmi életet él, tudomásom szerint. Nem látok bele, nem tudom, de remélem, hogy tényleg így van. És boldog szerelmi életet él. Én ezúton is. Tényleg, ezeknek a lányoknak, én köszönöm, lányok, tényleg. Köszönettel tartozom. Köszönöm. De hát akkor arról is ugye néhány szó azért eshetne, hogy mégis milyen arányban járultak hozzá ezek a lányok az érzelmi konszolidációmhoz. Szó volt XY-ról. 50%-ot adok neki. Rendkívül markáns és beszédes szám. Ő volt az első lány az életemben, aki nagyon pozitív hatással volt rám, és nagyon-nagyon-nagyon megfogják, és nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, illetve a potenciális barátnőm, im, is, hogyha majd lesznek, lesz, ha nem ő lesz, mert annyira érzelmileg helyre rakott azzal, hogy ámulatba ejtett, hogy nagyon fogom szeretni az illető lányt, ha egyszer lesz, ha lesz, aki velem van. Velem lesz. Ez biztos. Nagyon köszönöm neki. Mindent köszönök neki, hogy egy ilyen értéket, ami benne van, abba én tulajdonképpen ugye bele tudtam szeretni. Megfogalmaztam írásban az érzelmeimet, választ nem kaptam ugye rá. Nyilvánosan nem szerette volna megbeszélni az illető természetes női személy. Nem adott semmilyen választ, ez egy érdekes kérdéskör, az tény. Ezt magamban kell megoldani, illetve a lánnyal egyfajta konszenzust és összhangot biztosítva a helyes megoldást megtalálni. 50%-ot adok neki tehát, és nagyon köszönöm szépen tényleg. Hálás vagyok. 35%-ot adok egy olyan lánynak, aki több, mint ismeretlenül ismeretlen. Mert itt nem használok betűket. Az előzőnél használtam XY, ez egy két ismeretlenes egyenlet. Ha tudod, akkor ha van kedved, akkor meg tudod oldani, de én még emelt szintű matematikai érettségibe sem adnék egy ilyen durva feladatot, amely csak betűkből áll, semmi szám, semmi segítség, csak két betű, amely kiad betűk olyan sorozatát, amelynek értelme van és jelentőse és jelentősége. Az illető természetes személy nevét adja ki. Következő személynél még ez sincs. 35%-ot adok neki, ennyivel járult hozzá az én érzelmi konszolidációmhoz, és tényleg nagyon köszönöm neki, és nagyon hálás vagyok, köszönöm szépen. Az illető lány egy érték, egy esztétika, egy esztétikum. Egy hófehérke a viselkedése alapján. Morálisan megvetendő lenne, azt gondolom, elé állni egy rózsaszállal, még akkor is, hogyha megszúrom a tövisével az ujjamat ezáltal is bizonyítva, hogy az érzelmeim tiszták.
Úgyhogy, mivel ez egy morálisan megvetendő cselekmény lenne, felhagyok vele. Ugyanakkor én egy olyan ember vagyok, aki szereti, ha dolgok kiderülnek, és igazságosan a jogok, a tudomás joga, én egy olyan ember vagyok, hogy a lánynak tudomást kell szerezni arról a dologról, hogyha én szeretem őt, és szerelmes vagyok belé, ez egy szokásjogi relevanciájú kérdés nálam. Egy kardinális jelentőségű kérdés. Ezt az illető lány ezért meg fogja tudni, de tényleg tiszta szívből kívánom neki természetesen, hogy az urával legyenek együtt, és boldogok legyenek mindörökké egy életen át. Nem kívánom, hogy azért, mert én szerelmes vagyok belé, ez egy rendkívül önző cselekedet lenne. Ha én ilyet kívánnék, nem kívánok. Ezért én azt mondom, hogy tényleg legyenek nagyon boldogok, és de ettől függetlenül valaha az életben rendkívül fontos lenne közölni ezzel a lányjal, hogy nagyon köszönöm szépen a 35%-ot, mert a személyiségem nagyon fontos aspektusa az érzelmi intelligencia, az érzelmesség konszolidációhoz, ilyen mértékű hozzájárulás, az nem győzök eléggé hálálkodni. Köszönöm szépen. A harmadik lánynak, akinek szintén írtam szerelmes levelet, 4,95%-ot adok. Ő ennyiben járult hozzá az én érzelmi konszolidációmhoz, amit nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönök tényleg. Hogy egy ilyen érték, egy ilyen esztétika, egy ilyen esztétikum van, megláttam az értékes mi voltot. Kifejeztem írásban az érzelmeimet, és választ nem kaptam. A jövőben remélem, hogy konszenzus és együttműködés által kompromisszum készen a helyes megoldást megtaláljuk. Hogyha összeadod a százalékokat, akkor kijön az, hogy 99,5%. 99,5%-ot köszönhetek természetes személyeknek, abban a vonatkozásban, hogy az érzelmi konszolidációmhoz milyen mértékben járultak hozzá. És tényleg nagyon köszönöm mind a három lánynak. Örökre szívembe zártam őket, sosem fogom őket elfelejteni. Valamilyen úton, módon és akkor még 0,5%-ban még vannak plusz egyéb természetes személyek, szintén női, természetesen női természetes személyek, körülbelül 0,3%-ban a 0,5%-ból. Nekik is nagyon köszönöm, őket nem is nevesítem nevükön, de köszönöm szépen nekik, mert értékeket véltem felfedezni bennük. 0,2%-ot pedig az objektív körülményeknek adok. Konkrétan annak, hogy mióta egyetemista vagyok, sokkal tudatosabb ember vagyok, ezáltal az érzelmi intelligenciám is konszolidálódott. Mióta felvettek engem egyetemre, és a felsőoktatásban tevékenykedem, végzem a dolgomat, kötelességem, tudatomat teljesítem. Azóta az érzelmi intelligenciám ezzel is megnövekedett. Közigazgatásszervező szakon tanulok, köztisztviselőként fognak foglalkoztatni. Ehhez érzelem kell. Ezt érzelemmentesen, rideg érzelmekkel, negatív érzelmekkel nem lehet csinálni, ehhez érzelmek kellenek, hiszen közszolgáltatási funkciót fogok ellátni, ügyfelekkel fogok foglalkozni, hogyha minden igaz. Tehát ez 0,2%. Summázva tehát a dolgot. Nyilván
egy objektív eseményeknek úgy különösebben megköszönni nem tudom, mert egyfajta természetes az. Egyfajta természetes szociális életút az, hogy az objektív körülmények az érzelmi intelligenciához, az érzelmi konszolidációhoz hozzájárulnak. Tehát nekik most úgy különösebben ezt nem tudom megköszönni, főleg mert tárgyak is, ugye, az objektív dolgok. Ezért én nagyon nagy köszönettel tartozom a lányoknak, akiket felsoroltam. És tulajdonképpen ennyi. Igen, tehát 0,9, igen. Mert még annyit akartam hozzátenni, hogy valóban ugye az a természetes, meg normális esetben az ember az eléri nyilván az érzelmi konszolidációt, és ezáltal a személyiség fejlődése perfektuálódik. Perfektibilizálódik. Rosszot használtam. Perfektibilizálódik. Na most, igen. De az sem mindegy, hogy mikor. Mert látod, a 0,2-es objektív események, ha csak ezekre tudnék hagyatkozni, akkor ki tudja, mennyi időt kéne várnom. De ezek a hölgyek, akik ilyen értékesek, ezek a természetes női személyek, akik teljes cselekvőképességgel rendelkeznek. Ezek hozzájárultak. Köszönöm, nagyon szépen köszönöm nekik az én érzelmi konszolidációmhoz. És így váltam érzelmessé. És ezáltal, és azért nagyon köszönöm nektek, mert nem csak nekem okoztatok jót. Mert hogyha végig gondoljátok, akkor ezáltal ugyebár a társadalomnak is jót okoztatok. Mert kialakult egy olyan érzelmi szint bennem, ami által szeretni tudok egy ellenkező nemű szemét, ez már egészséges, hogy ellenkező nemű szemét tudok szeretni. Ne adj Isten összeházasodni vele, gyereket nemzeni, és ezáltal a gyerek ugye az majd dolgozni fog, ha felnő. Lesz munkaerő, lesz népesség. Tehát az államnak is jót okoztok, az ő nevében is nagyon köszönöm. Illetve jót okoztok annak a barátnőmnek, hogyha nem közületek kerül ki. Nem az egyik őtök lesz akkor annak, aki lesz, hogy ilyen érzelmileg megkonszolidáltatok. És egy következő videóban fogok arról beszélni, hogy ez azért érdekes, ugye, mert ezeket a lányokat én nem ismerem. Az ismerettségem hiányában, vagy csak futólag ismerem, köszönő viszonyban vagyok velük, mégis ők érzelmileg konszolidáltak meg. Ez egy másik videó témája lesz. Egy másik videóban fogok erről beszélni, hogy ez hogyan lehetséges. Hogy nem konkrét erre lesz szó, de arról, hogy hogyan lehetséges az, hogy érzelmileg ilyen szinten voltak rám hatással természetes női személyek, úgyhogy nem is ismerem őket. De mára becsukom a kamerát, és még egyszer köszönöm szépen, hogy a személyiségem általatok teljesebb és színesebb lett. Sziasztok!